Tehát, mint mondtam, Székely László szívsebész nyilatkozik hamarosan itt élőben a Heti Naplónak, de előtte egy háttérriport, hogy mi történt az elmúlt hetekben az Országos Kardiológiai Intézetben. Szívdobbanás. Az ember első és utolsó élménye. A szerencsésebbeknek körülbelül 2 milliárd jut belőle az életben. A szív azonban hiába testünk legjobban védett szerve, a bordáink ölelésében, szokásainkkal halálos veszélyben tartjuk. Magyarországon a legtöbb ember szív- és érrendszeri betegségben hal meg. Talán ezért is számítanak az egészségügyi ellátás arisztokráciájának a szívsebészek, és talán éppen a közelmúltban lezajlott elképesztő perpatvar, Székely László szívsebész főorvos kirúgása és betegének halála mutatja legjobban, hogy Magyarországon az egyik legsúlyosabb beteg maga az egészségügy. Ezt nyugodtan, nasinak, éjjel, nappal, sport előtt, sport után. Sóbert Norbi tudna erről mesélni, és most úgy döntött, fog is. Ugyanis őt is a kirúgott szívsebész Székely László műtötte. Ilyen ferdén vágtak, mert annyira siettek, hogy még egyenesen se tudtak vágni, nagyon rohanni kellett, és akkor az a kőfűrész, így ez ki lett vágva, és így ki lettem nyitva. Egy tőle egészen szokatlan mondattal kezdi. Újra kezdtem az egész életemet, 15 kilót fogytam, alig vártam, hogy utána meghízzak. Norbi aorta billentyű rendellenességgel született, mint minden 10. ember Magyarországon. Egy különleges, de alacsony rizikójú műtéttel Székely László orvosolta ugyan a problémát, ezután viszont Norbi életveszélybe került. Beszedtem egy kórházi fertőzést. És erről nem az orvos tehet, hanem ez olyan dolog, mintha annak idején Michael Schumacher mondjuk zsigulival versenyzett volna, és nem Ferrarival. Szóval ugye maga a zsiguli az a kórház volt, és sajnos ez a fertőzés, ezt úgy hívják, hogy endokarditis, szívbelhártya gyulladás, ezt egy kórházi baktérium okozza, és elkezdte felzabálni a szívemet. Így egy hónappal a műtét után visszakerült a kardiológiára. És ekkor Székely László pont az ügyelettel végzett, halálosan fáradt volt és elcsigázott, és de meghallotta, hogy mi történt, és mondta, hogy akkor alszik 2 órát, amíg meghozzák a szükséges vért, és velem közölték, hogy lesz egy életmentő műtét, amelynek a túlélési aránya igazából 50% esélyem van, hogy túlélem, és a Rékának egyébként 10%-ot mondtak, tehát hogy annyi esélyem van ezt túlélni. Ebben beszoktak egyébként halni. Nekem el kellett köszönnöm a gyerekeimtől, a feleségemtől, aki helyszínen megőszült, azóta festi a haját, és le kellett adjam a jegygyűrűmet, az órámat, a személyemet, a bankkártyámat, mindent. Feltárták a mellkasát, és egy 7 órás műtét során eltávolították a fertőzött részeket a szívéből, de még hónapokig kórházban kellett maradnia. Amikor visszajöttem, akkor bekerültem egy intenzív osztályra, és heteken át le voltam kötözve, katéteren pelenkáztak, és mindenből csövek lógtak ki. Úgy gondolom, hogy Székely László azt a dolgot tette helyre, adta vissza az életemet, amit a magyar egészségügy, mondjuk úgy, hogy a magyar egészségügynek a sterilitási helyzete elrontott. Norbi még az interjú elején leszögezte. Elkeseríti, hogy az ellenzék politikai célokra használja fel a vitát, de azért megkérdezem, mit szól, ha kiderül, hogy Székely László hibázott, amikor idén tavasszal egy külsős plasztikai sebészt hívott, hogy egy szívműtét közben megsérült szilikonbetétet kicseréljen, és ne kelljen a nő mellkasát újra feltárni. Hogyha kijön egy vizsgálat, akár a minisztérium, akár a etikai bizottság részéről, és ebben a vizsgálatban az fog állni, hogy Székely László szabálytalanul járt el. Te mit fogsz ehhez szólni? Ha dönteni kell, hogy szabályok vagy a beteg élete, akkor a beteg élete megelőzi a szabályokat. Ha ez megtörténik márciusban, ezért elővenni szeptemberben, azt gondolom, na ez az, ami nem etikus. Ha valaki elkövet egy szakmai hibát, akkor aznap vagy másnap a kórház igazgatónál van a helye, és akkor nem kirúgni kell, meg eltávolítani a zseniális szakembert, hanem azt mondani, hogy Lacikám, még egy ilyen lesz, én úgy nyakon váglak, hogy leesik a fejed. Mert ez a kollegiális viszony. Így történik, azt gondolom, hogy a minden normális munkahelyen. A Gottszégen György Országos Kardiológiai Intézet ezek szerint viszont minden, csak nem normális munkahely.
Itt életek felett döntenek naponta a legjobb orvosok, és sokszor halálos ítéletnek számít, ha valaki hátrébb kerül a várólistán. Ez történt azzal a pásztói 55 éves férfival is, aki Székely László betege volt, és kirúgása után október elején elhunyt a Salgó-Tarjáni kórházban. És anélkül, hogy elmerülnénk a részletekben, álljanak most itt sorrendben a tények. A beteg július 30-án járt először a kardiológia ambulanciáján, ahol nem Székely László vizsgálta meg. Utoljára augusztus 28-án jártak az intézményben, hogy akkor már Székely Lászlóval beszéljenek a műtét részleteiről. Szeptember 2-ára kaptak egy műtéti időpontot, de ez végül elmaradt. Székely László ezután október 2-ára ígért időpontot, és megrendelte a szükséges egyedi érimplantátumot. Székely Lászlót szeptember 19-én azonnali hatállyal elbocsájtották. A beteg október 4-én, alig két nappal a korábban ígért műtét után, a Salgó-Tarjáni kórházban elhunyt. A helyzet persze távol sem olyan egyszerű, hogy néhány időpont és adat helyre tegye. Ezt ki is használták a politikusok egy még talán a kórházi hatalmi harcnál is taszítóbb sárdobálásra. Államtitkár úr, ne játszanak tovább orosz rulettet az egészségügyel. Ennek a gyereknek majd a szemébe kell nézni valakinek, és azt kell mondani, hogy egy téves kormányzati intézkedések tömkelege vezetett oda, hogy az édesapádnak meg kellett halni. Az orvosok által elkészített vizsgálat eredménye is egyértelművé teszi, hogy nem áll összefüggésben a bekövetkezett tragédia, illetve az adott főosztályvezetőnek a felmentése. Ez van benne a vizsgálati jelentésben. Kincses Gyula egészségpolitikus, korábbi egészségügyi államtitkár most segít belelátni abba, mi alapján választanak jó orvos és rossz között a politikusok, vagy tulajdonképpen bárki. Ebben az országban mindenki valakinek a betege. Tehát nincs olyan nagy ember, mindegy, hogy politikus vagy médiasztár, akinek vagy saját magának, vagy a családjában ne lett volna valami súlyosabb történet. Ezeknek a történeteknek egy jó része, mint általában szerencsés kimeneterű, akkor ezek a nagy emberek kiállnak emellett az orvos mellett, és baromira nem érdekes, hogy mi történt. De engem megmentett, tehát ez jó ember. A jó emberség mögött viszont úgy tűnik óriási rendetlenség uralkodik a kórházakban országszerte, és ez rendszerhiba. Ez az eset is azt példázza, hogy nagyon fontos életmentő műtéteknél, országos intézetben, még mindig kockás füzetben, főorvosú saját zsebében vannak vezetve a várólisták, ahelyett, hogy tisztességgel, nyilvánosan történne mindez. Ez az orvos vagy a kórház hibája? Mind a három. Azért mondom, hogy mind a három, mert elsősorban a rendszer, hiszen nem tiszták a viszonyok, hazudásra, csalásra kényszerítik mind a két másik szereplőt, mert ha nincs legális út, akkor előbb-utóbb a vágyak és az igények azok utat találnak maguknak. Természetesen a kórházé is, mert hogy számomra hihetetlen volt, hogy a kórház igazgató kvázi feljelenti saját magát az intézet honlapján, amikor kiírja azt, hogy mi nem is láttuk ezt a beteget régóta, nem is tudjuk, hogy elő volt jegyezve, hát milyen rend van abban az intézetben, könyörgöm, ahol egy fontos, nagy műtétet így lehet végezni, ahol több millió forintos implantátumot lehet úgy rendelni egy betegnek, hogy közben nincs meg a tisztességes dokumentációja, tehát egy teljes szétesés van a rendszerben. És amíg ez így marad, addig a betegek igenis pénzt jelentenek. A szívsebészet pedig maga a gyémántbánya, ahogy egyik egészségügyi forrásunk fogalmazott. A harc sokszor rajtuk, de nem értük folyik. És hogyan ítéli meg a szakma ezt a példátlan pozícióharcot? Lénárd Rita, belgyógyász, az 1001 orvos hálapénz nélkül nevű mozgalom egyik alapítója. A mozgalom Facebook csoportjában már több ezer orvos osztotta meg a tapasztalatait, többek között a mostani esetről is. Ezeket összegezte nekem a doktornő. A betegek felhasználásával igyekeztek egy vitát rendezni, és ez az, ami etikátlan. Ami kiderült ebből az esetből, hogy a betegbiztonság, mint fogalom, nem létezik Magyarországon, vagy legalábbis úgy látszik, egyáltalán nem szempont. A doktornő szerint a népi ítélőszék elé került kérdés megítélése bonyolultabb, nem a jó és a gonosz harca. Nem lehet sem szimpátia, sem az alapján dönteni, hogy valaki nagyon jó orvos és jó eljárásokat alkalmaz. Szakmai szabályokat nem lehet áthágni.
Vannak protokollok, vannak szakmai szabályok, van dokumentációs fegyelem egyáltalán. A működést folyamatosan ellenőrizni kell mindenütt, még egy országos intézményben is. A legfelháborítóbbnak azt tartja, hogy egyik oldal sem riadt vissza attól, hogy betegek kortörténetének a részleteit ossza meg a nagy nyilvánossággal. Ha sorba vesszük az eseményeket, az történt, hogy nyilvánosságra került egy ismert szívsebész elbocsátása. Erre a közösségi média aktívan reagált. És ahelyett, hogy az intézmény egy nyilatkozatot kiadott volna, hogy vizsgálódnak az ügyben, és eddig nem jutottak még eredményre, és türelmet kérnek, ehelyett az intézet a saját honlapjára föltette, ugyan név nélkül, de jól beazonosítható módon ennek a szívsebésznek azt az esetét, amiről szó van. Ezek után a szívsebész egy nyilvános médiumban hozzáférhetővé tette három beteg konkrét egészségügyi státuszát és esetét. Ezek után az intézmény már nevesítve szakmai hibával vádolta az orvost, mire az orvos egy orvosszakmai társaság elnöki minőségében alkalmatlannak, inkompetensnek minősítette az intézet vezetőjét. Mélységesen felháborít, hogy nyilvános fórumokat használva marakodnak. Lénárd Rita szerint az ügy jól példázza, mennyi szennyes van a háttérben az egészségügy működésében, az orvostársadalom pedig morális válságban van. A betegek kortörténetének név nélküli megosztására a legjobb példa, hogy a salgótarjáni kórházban elhunyt pásztori férfi családját mi is megtaláltuk némi nyomozás után. Megkerestük őket, de azt mondták, a közeli temetés és a gyász miatt nem szeretnének nyilatkozni. Megkerestük a kórházat is, hogy megkérdezzük, miért telt el majdnem fél év az eset és a kirúgás között, és hogy létezik-e, hogy egy orvos a kórház tudta nélkül berendelhet egy több millió forintos implantátumot. Nem válaszoltak. Az nem tiszta, hogy mi lesz velünk, a volt, jelenlegi és leendő betegekkel. Bevallom őszintén, még az eddiginél is jobban rettegnék, ha most kéne szívbajjal kórházba mennem. Nem tudnám, hogy kik és pontosan mi alapján döntenek az életemről. Zárójelbe teheti az életveszélyt egy kórházon belüli hatalmi harc. Megöl vagy éppen életben tart a műtét közepén betoppanó politika. Egyre több a súlyos tünet, mégis úgy tűnik, egyenlőre marad várólistán az egészségügy. A Heti Naplóban Bihari Ádám riportját látták. És vendégem itt a stúdióban élőben Székely László, főorvos, szívsebész. Jó estét kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Ugye millió kérdés van, mondanám, hogy nem is tudom, hogy melyikkel kezdjem, de egyértelmű. Mi van azzal a két beteggel, ugye a harmadik meghalt, mi van a másik kettővel, akit nem sikerült megműtenie? Igen, valójában ezért is vagyok itt. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos értük szólni. Ők azok a betegek, akik, hogyha nem is azonnali, ha nem is két napon belüli, de mindenképpen valamilyen sürgető eljárásra igényben, tehát sürgető eljárásra szorulnak, mindenképpen kezelni kell. Életveszélyben vannak ezek a betegek? Nagyon nehéz megmondani, hogy milyen mértékben vannak életveszélyben, de bizonyos szinten igen. Szívműtétre várnak, olyan szívműtétre, amit nem lehet elkerülni, és lehet napokat halogatni, de heteket, hónapokat most már semmiképpen önnek nem. Ugye most nincs, hogy mondjam, nincs műtőasztala. Van valaki más ebben az országban, aki őket, ezt a két embert, utána beszélünk az összes többiről, meg tudja műteni? Én azt gondolom, hogy vannak az országban specialisták, akik tudnak ilyen műtéteket ellátni, és tudnak ilyen műtéteket végezni. Abban az esetben, hogyha elvállalják ezeket a műtéteket, akkor igen. Hasonló technikával, vagy mint az öné, vagy másfajta technikával? Egyáltalán beszéljen erről a technikáról, mert szerintem a nézők többsége, hiszen ez az első televíziós interjúja, nincsen képben, hogy mitől speciális az ön műtéti technikája. Ez egy nagyon speciális technika, és ez pontosan azért az, mert hogy egy olyan szív- és érbetegség együtt, amiben nem csak a szív billentyű, nem csak a szívből kijövő főverőér, hanem azt követően az aortaív, illetve a leszálló főverőéri szakasz is érintett. Ezeket közösen, együttesen a műtét során cserélni kell. Az illető betegeknél olyan eljárásra van szükség, amit csak katéteres úton semmiképpen nem lehet megoldani. Tehát itt jönne az ön tudása? Az én és a hozzám hasonlóan
nagyon speciális tudással rendelkezők tudása. Ön különben eddig nem nyilatkozott, elég visszafogottan nyilatkozott egy újságnak és egy internetes portálnak, televíziónak eddig nem. Most miért vállalta az interjút? Pontosan a betegek miatt gondoltam, hogy erre szükség van. Pontosan ő miattuk gondolom azt, hogy hangsúlyozni kell, nem szabad őket halogatni, nem szabad őket parkolópályára tenni, és utána nem szabad azt mondani, hogy én voltam a hibás, mert nem történt meg a műtét. Két betegről beszél, vagy 70-ről, 80-ról, akik az ön úgymond várólistáján voltak? Igen. Több betegről beszélek, most aktuálisan kettőről, de bizonyára több olyan beteg van, amik valamilyen szinten speciális megoldást igényelnek. Van valamiféle politikai motivációja? Ugye ez is elhangzott, az ön neve terítéken volt a parlamentben, ellenzék és kormánypárti oldalon egyaránt. Azt mondják, hogy vizsgálat volt, önt elmarasztalták. Mi igaz ebből? Nagyon komplex dolog. Én nem szeretnék politikus lenni, és én nem szeretnék egyetlen pártnak a színeiben sem megjelenni. Én azt gondolom, hogy én... Ettől még lehet politikai motivációja. Igen, de mégsem ez, mert az én motivációm, azt lehet hívni politikainak, de az én motivációm az a közösségért van, ahol én dolgoztam. Az a közösségért, akik alkottak, akik nagyon különleges műtéteket, nagyon különleges eljárásokat alkalmaztak, és aztán megfelelően kezelték őket. Ez nem egy személyben voltam én magam, hanem ez volt a kórház, volt az osztály, voltak azok a referáló orvosok, azok a külső orvosok, akik ebben részt vettek, akik mind büszkék voltak rá, és mind büszkék arra, hogy ebben a közösségben tevékenykedhettek. És nagyon fontos, hogy a betegek, azoknak a betegeknek a képviseletében szeretnék szólni, akik már műtétet kaptak, akik még nem kaptak műtétet, azokat a hozzátartozókat, akik bejöttek meglátogatni, és azt látták, hogy ebben a kórházban, ezen az osztályon olyan emberségesen kezelik őket. Nem csak a szakmáról van szó. Nem csak arról van szó, hogy mennyire sikeres műtétet kaptak, vagy esetleg mennyire szövődményes műtétet kaptak, hanem fordítva, pontosan arról van szó, hogy ők büszkék voltak arra, hogy egy ilyen jól működő ellátóegységnek a részesei, akár mint dolgozók, akár mint orvosok, akár mint betegek vagy hozzátartozók. Mi van a háttérben? Ugye egy márciusi műtét Igen. kapcsán bocsátották el önt 6-7 hónappal később. Miért kellett, hogyha egyáltalán önt el akarják bocsátani, miért kellett ilyen hosszú időt várni? Volt-e menet közben vizsgálat, elmarasztalták önt, váratlanul érte önt, és egyáltalán, hogyha nem szakmai indokok vannak a háttérben, akkor mi más? Igen, erre szintén nagyon komplexül lehet válaszolni. Komplex kérdés. Igen, ez egy komplex kérdés. Természetesen a kérdésben benne van a válasz. Fél évvel később azt gondolom, hogy nem is jogilag sem szabályos. Ez egy lebegő ügy volt? Valamilyen szinten lebegtetett ügy volt, de az, hogy egy ilyen megoldás szülessen egy formai hiba vétése következtében, az azt gondolom, hogy semmiképpen nem elfogadható. Ezt a formai hibát magyarázza meg. A formai hiba az lehet, hogy egy idegen orvosnak a segítségét kellett kérni egy műtét során. Ugye tudni kell, hogy mi egy egyszakmás intézet vagyunk. Az egyszakmás intézet azt jelenti, hogy mi kardiológiával, szívsebészettel foglalkozunk. Ha bárhol, bármilyen téren, akár komplikáció, akár tervezetten szükséges egy másik szakma, akkor azt a másik szakmát el kell hívni. Tehát kívülről kell behívni orvost? Kívülről kell behívni orvost. Sokszor rögtönöznie kell? És sokszor rögtönözni kell, hogyha olyan szövődmény alakul, aminél nincsen meg a megfelelő ellátás. Tehát vagy terveznek, vagy rögtönöznek, ugye? Így van. Ez melyik szituáció volt? Rögtönzött vagy tervezett? Ez egy rögtönzött szituáció volt, amiben természetesen nem mondhatom azt, hogy nem volt a lehetőségek között, de nem készültünk rá, hogy ez a szituáció bekövetkezik. Tehát tervezhette volna, de nem tervezett ezzel, abszolút. Ezért kellett gyakorlatilag ilyenkor a műtő aztán mellől telefonálva, vagy megkér valakit, nyilván nem fogja meg a sterékesztyűvel, de ilyenkor rögtönöz és behív egy orvost. Így van. Ennél a konkrét műtétnél nem egy, hanem három ilyen orvost kellett hívni. Tehát nem csak plasztikai sebészt, hanem? Hanem mellkassebészt és tüdőgyógyász bronchológust is. Ezt is a személyre vetették? Ezt nem, a másik kettőt nem. Miért nem? Erre nem tudok válaszolni. Ugye azt mondják, hogy ezt több fórumon lehetett olvasni, hogy itt busás paraszolvencia, tehát hálapénz lehet a háttérben. Ugye a riportban is elhangzott szakértőtől, hogy egyáltalán van kockás füzete? Nem, nincsen kockás füzetem. De mindenesetre kézzel írt várólisták vannak, ahol előre lehet kerülni, meg hátrébb lehet kerülni. Miről
Az intézetnek hivatalos vár, tehát először arról, hogy az intézetnek hivatalos várólistája van. Nem sok szívsebészetnek van az országban hivatalos várólistája, nálunk van egy ilyen. Természetesen a várólistára akkor kerülhetnek betegek, hogyha megfelelően ellenőriztük, megterveztük a műtéti beavatkozást az esetükben. Ugye ennél a konkrét betegnél, akiről szó volt, azért nem került föl még a várólistára, mert még nem döntöttük el a műtéti stratégiát. És azért kellett jeleznem, hogy ezzel a beteggel különösebb figyelmet kell gyakorolni, mert hogy ő nem volt rajta ezen a listán, nem tehettem már meg, hiszen addigra már nem voltam funkcióban. Az előző kérdés a paraszolvencia tekintetében. Nem szabad tagadni, és azt gondolom, hogy álszentség lenne azt mondani, hogy a magyar egészségügyben a paraszolvencia nem meghatározó dolog. De az is egy nagyon fontos dolog, hogyha egy illető hölgynek az egyik mellét kicseréljük, a másikat nem, akkor vajon milyen paraszolvenciára lehet számítani? A problémát nem oldottuk meg az ő esetében, mi azt a problémát oldottuk mi meg, ami volna, számára életveszélyes volt. Mi történt volna a hölgyel, hogyha ő nem rögtönöz a műtőhelyiségben, és nem hív be egy plasztikai sebészt? Meghalt volna? Az történt ugyanis, hogy ez a szilikon, ez bekerült a keringésbe. Hogyha ezt én megfelelően nem távolítom el... Trombózist okozhat, gondolom. Például hogy... egy embolizációt okozhat, vagy akár tüdővérzést okozhat. Hogyha ezt nem távolítom el megfelelően, akkor az illető hölgy meghal. Én szívsebészként nem vagyok megfelelő arra, hogy eltávolítsak egy kifolyott szilikont. Tehát, hogyha ma lenne ez a műtét, ma is így döntene? Igen, ez egy jó kérdés. Azt gondolom, hogy ha az a kérdés, hogy egy beteg életét veszélyeztető helyzetet megoldok-e bármiáron, akkor az a válaszom, hogy igen, ezentúl is, hogyha lesz lehetőségem, minden alkalommal meg fogom tenni. Ha az a kérdés, hogy tudom, hogy van egy ilyen jogi hátrány, hogyha van egy ilyen korábban... akár állásommal kapcsolatos probléma, akkor azt megpróbálom megelőzni. Még akkor is, hogyha annak a megelőzése nem egy gyakorló klinikai osztályvezetőnek a feladata, hanem a kórház adminisztrációs vezetőjének a feladata, hogy például megoldja azt a lehetőséget, hogyha egy ilyenfajta szövődmény keletkezik, akkor az hogyan kell kezelni. Ez egy egyedülálló eset, vagy volt már ilyen a praxisában, vagy egyáltalán minden műtőorvosnak volt már ilyen a praxisában, hogyha van egy nem várt komplikáció, akkor be kell hívni egy külsős orvost? Ez létezik a magyar egészségügyben? Én azt gondolom, hogy ez mindenképpen létezik. Ez mindennapos, mindennapos a magyar egészségügyben? Azt gondolom, hogy mindennapos. Nagyon fontos dolog, hogy egy olyan kórház, ahol nagyon sok profil képviseltetve van, ott sokkal könnyebb, mert hiszen a kórház saját dolgozói egy másik emeletről hívni, egy másik orvost. Emeletről, olyan kórházban, ahol egy profil van, ott mindenképpen szükség előfordulhat ilyen szituáció. Hányszor volt hasonló szituáció az ön praxisában? Ezt nagyon nehéz megmondani, rengetegszer. Meg tudok említeni egy olyan helyzetet, amikor egy... Több tucatszor, 5-ször, 10-szer, 50-szer? Több tucatszor. Tehát önt havi most... szinten rendszeresség. Akkor azt lehet azt mondani, hogy önt most előkapták valamiért, ami gyakorlatilag egy viszonylag rutin eljárás volt az ön műtőszobájában. Igen, ezt lehet mondani, maga a plasztikai sebész az nem volt mindennapos. Ugye az is elhangzott, és ez egy nagyon fontos kérdés, hogy én ugye speciális tudásnak van a birtokában, apró műtéti lyukakon keresztül be tud hatolni a szívbe. Ez egy hosszú műtétek általában, ugye van 6-8-10 órás műtétek is. Nem feltétlen vannak. Hosszú műtétek, a 6-8-10 órás műtétek azok a nagyon komplex műtétek. De az se ritka. Az se ritka, ezek a minimál invazív műtétek azért ezek 2-3-4 óráshoz. Miért nem adja tovább a tudását? Igen, ez egy jó kérdés. Természetesen tovább akartam adni, és természetesen tovább adom a tudást. Tehát azt nem akarja tudni, fogni, hogy csak... Semmiképpen nem. Az egyik oldal az, hogy ez egy nagyon nehéz műtéti technika, és egyébként itt nem egy műtéti típusról beszélünk, hanem sok műtéti típusnak a kismetszésből történő elvégzéséről. Ez nem feltétlen ugyanabból a feltárásból történik, mindegyiknek csak az a lényege, hogy minél kisebb sértést tegyünk a testen. Szóval, hogy amíg egyrészt ahhoz kellett idő, ameddig én megtanultam, ameddig én megszereztem azt a megfelelő magabiztosságot, amivel megfelelő tempóval és megfelelő eredménnyel tudom csinálni. A következő természetesen az, hogy megtanítsam a következő generációt. Sajnos ez azért nagyon nehéz, mert vannak bizonyos emberek, akik sokkal egyszerűbb, hogy azt mondják, hogy a technika hibás, ez több év egy ilyen... mint hogy megtanulják. Értem, ez több év egy ilyen műtéti technológiát megtanulni. Igen, mert természetesen meg kell tanulniuk a hagyományos műtéteket, és a hagyományos műtétekből lehet tovább lépni. Csak egy példát, hogy hagyd mondjak. Egy hétköznapi esetben egy tűfogót egy ilyen mozdulattal kezelünk. Egy minimál invazív esetben egy tűfogót egy ilyen mozdulattal tudunk csak kezelni. Tehát a mozdulatok is mások, minden más. Az egész szemlélet. Jó, térjünk vissza a konkrét esetre, ugye a márciusi műtét és a
közelmúltban történt kirúgásához, bocsánat, elbocsátásának a történet, hogyha nem konkrétan emiatt, ez csak egy indok volt, ugye ezt szűröm ki a szavaiból, akkor mi van a háttérben? Valamiféle rivalizálás a főigazgató, pontosabban megbízott főigazgató és ön között? Igaz-e, hogy ön is főigazgatói babérokra pályázott? Igen, tehát volt konfliktus, de egy nagyon fontos dolgot szeretnék elmondani. Az Országos Kardiológiai Intézet főigazgatója nem végezhet klinikai praxist. Tehát abban az esetben, hogyha én az Országos Kardiológiai Intézet főigazgatója szerettem volna lenni, vagy lettem volna, akkor nem képviselhettem volna a szívsebészetet olyan mértékben, ahogy most teszem. Ezzel azt akarja mondani, hogy ön műteni szeret és nem igazgatni? Tehát ön nem jelentkezett, vagy nem aspirálta a főigazgatói? Én műteni szeretek, de szeretem, hogyha azok a feltételek megvannak, amivel megfelelő tevékenységet lehet elvégezni, és igazából a konfliktus pontosan ebből adódik. Szeretett volna főigazgató lenni, vagy nem? Igen, én operálni szeretnék. De nem válaszolt a kérdésemre. Igen, nem merült föl, hogy én főigazgató legyek. Tehát föl sem merült? Nem merült föl, hogy én főigazgató legyek. Mert azt lehetett hallani, vagy ugye több forrás is megerősítette, hogy Andréka professzorral rendkívül rossz volt a viszonya az elmúlt hónapokban, gyakorlatilag beszélő viszonyban se voltak. Igen, tehát ez csúcsosodott ki abban, hogy ön tetszett csak elbocsátott. Igen, tehát az utóbbi időben ténylegesen romlott folyamatosan a viszonyunk, de ez a romló viszony, ez pontosan azért történt, mert a főigazgató folyamatosan ellehetetlenítette a szívsebészeti osztályt, és egyre több olyan tevékenységet tett, amivel beszűkítette a lehetőségeinket és a tevékenységünket. A konfliktus ebből adódott. Ezáltal, hogy ilyen állapotban, ami ugye elhangzott a riportban, valóban katasztrofális a helyzet az osztályon? Azóta, hogy eljöttem onnan? Így van. Ezt én nem tudom megmondani, de azt gondolom, hogy mindenképpen érdemes lenne megvizsgálni azokat a szövődményeket, amik azóta történtek, hogy én eljöttem onnan. Mi a terve az elkövetkező? Gondolom, külföldön könnyedén tudna a munkát vállalni. Igen, ez is egy nagyon-nagyon nehéz kérdés. Ugyanis így van, tudnék külföldre menni. Sőt, én 2 évet dolgoztam, illetve 96 és 98 között másfél éve dolgoztam az Egyesült Államokban. Először, mint ösztöndíjas, aztán későbbiekben állásképpen. Azért jöttünk haza, mert hogy a feleségem mind a ketten szakmában kint dolgoztunk. Azért jöttünk haza, mert hogy a feleségem terhes lett. Amikor hazajöttünk, akkor egyik pillanatról a másikra a 2500 dolláros havi amerikai fizetésem helyett egy 90 dolláros magyar fizetésem lett. De még egyszer, azért jöttünk haza, mert terhes lett a feleségem, és mi szerettük volna, hogyha a fiunk nem kint születik meg, hanem magyar állampolgár lesz. Ez gondolom megtörtént, és van egy fiú, kisfiú, nagyfiú? Nagyfiú. Most már nagyfiú. Most már ki mehetne újra külföldre? Igen. Azért jöttünk haza, hogy itthon legyünk. Szeretnénk itthon maradni. Önnek mi a terve? Vissza szeretne menni az Országos Kardiológiai Intézetbe? Nagyon nehéz ezt megmondani, hogy hogyan tudnánk megoldani. Csak igen, nagyon nehéz ezt, hogyan lehetne megoldani. Én azt gondolom, hogy a budapesti orvosi ellátásban az a szakma, amit én képviselek, és amit nem én, hanem az a csapat képvisel, aki most részben a Kardiológiai Intézetben, részben otthon van, az szükséges Magyarországra és szükséges Budapestre. Valamilyen szinten ezt meg kellene oldani. Vállalná ennek a két betegnek a műtétjét, hogyha fölkérnek akármelyik intézményben? Természetesen. Akármelyik intézményben? Természetesen, hogyha a kérdés az, hogy hol a legnagyobb sikerarány, akkor ott, ahol ismerős vagyok, ahol ismerem a műszereket, ahol a téma, ismerem a kollégákat. Gondolom. Így van. Tehát ennek a műtétnek a egy rendkívül veszélyes műtétről van szó, rendkívül nagy kockázati műtétről van szó. Ha valahol magas a siker kockázata, az természetesen ott, ahol eddig dolgoztam. Főorvosi, köszönöm szépen, követni fogjuk a sorsát. Köszönöm és szépen. Engedje meg, hogyha megígérem önök, hogyha valami történik, akkor újra keresni fogjuk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy viszontlátásra. Viszontlátásra.